Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az együttműködési megállapodást az intézményben pénteken délelőtt írták alá a gyakorlati képzésben segítséget nyújtó Pannonhalmi Bencés főapátság, Tihanyi Bencés apátság, Tiszántúli Református Püspökség, Mátra-Verebély-Szentkút Nemzeti Egyhely, Hajdú-Dorogi Főegyházmegye és a Viator Egyesület a Zarándok Akadémia képviselői, valamint az egyetem rektora. Egyetemünk feladatának tekinti a kulturális értékek megőrzését, megismertetését és fejlesztését. Mindezt kutatással, oktatással és azokkal az egyéb tevékenységekkel, melyeket helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeknek nyújt. Magyarországon tudjuk, hogy a kulturális örökség nagy része vallási jellegű, és ehhez intenzív turisztikai tevékenység is kapcsolódik. A vallásturizmus témaköre így bekerül az egyetem képzési rendszerébe, közölte a Felsőoktatási Intézmény nagykancellárja, az EGRI érsek. És ezzel elindul egy olyan folyamat, amely ennek a témakörnek megadja a megfelelő rangját, hiszen egyetemi szinten az idegenvezetőknek, mindazoknak, akik vendégekkel foglalkoznak, a látókörébe kerül az a hallatlan nagy terület, amely a turizmus szempontjából fontos. Ez nem egy egyszerű turisztikai képzés, itt nem csak a szakmát kell elsajátítani, hanem azt a lelkiséget is, amely szükséges ahhoz, hogy megfelelően dolgozzanak a területen tevékenykedők. Hívta fel a figyelmet Nacsa Lőrinc, a Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztos. Sokan, akik itt dolgoznak, az értékkincsek, a vallásturisztikai értékkincsek desztinációban dolgoznak, de itt nagyon fontos, hogy nem csak egy turistát látnak, hiszen oda zarándokok érkeznek, hívő emberek. Ezért nagyon fontos ennek a missziós feladata is, hiszen itt a lelkületet, az Istennel, egymással és önmagunkkal való kapcsolatot is közvetíteni kell tudni. Nem csak a szigorúan vett turisztikai sztenderdek fontosak, hanem az is, hogy milyen lelkülettel fogadjuk a turistát, a zarándokot. A 2,5 éves vallásturisztikai szakirányú továbbképzés szeptemberben indul a már diplomával rendelkezőknek.